Sziasztok! Ez itt a Több mint Innovatív. A Tesla 2021-ben 936.172 autót szállított ki. Ez nincs olyan messze az 1 milliótól. Minden elemző várakozását messze felülmúlták. Így a 2022-es előrejelzéseiket is módosítaniuk kell nagyban. A legtöbben közülük 1,2 millió autót vártak idénre, ezt a Tesla már akkor is hozná, ha négy negyed éven át stagnálnának. Jó kérdés, hogy milyen meglepetéseket tartogat 2022, de a másfél milliós jóslatom kezd nagyon konzervatívnak hatni. Úgy szállítottak ki rekordmennyiségű autót, hogy nem volt igazán évvégi hajrá, illetve továbbra is tombol a chip hiány. Ahogy a Tesla egyre több autót gyárt, azt egyre gazdaságosabban teszi. Így abszolút őrült rekordbevételeket jósolok a néhány hét múlva jövő negyedik negyedéves beszámolóban. Két vicces statisztika még. 2021-ben a Tesla annyi autót gyártott, mint a cég indulásától 2018-ig. A másik érdekes tény, hogy Shanghai 2021-ben több mint 400 ezer autót gyártott. 2020-ban, vagyis első évükben 160 ezret. Vagyis első két évükben annyit gyártottak, mint Fremont az első hét évében. Nem értem, hogy van bárki, aki azt gondolná, itt megállnak. Geri Black osztott meg egy felettébb érdekes tényt. Ilon a decemberi részvény során folyamatosan 934.091 darab részvényt adott el. Mindeközben elismétlem, az évvégi eredmény 936.172 darab kiszállított autó lett. Ez szerintetek csak véletlen, hogy ennyire jól jelezte elő a végső számot. Ilon megköszönte világszerte az összes dolgozójának a csapatmunkát. Vasárnap összefoglalom Lex Friedman legújabb harmadik beszélgetését Elon musk -kal. Ebben a beszélgetésben Elon elmondta, hogy neki és Andrei Kárpátinak túl nagy szerepet szánnak. Andrei egyébként a Tesla AI vezetője, de igazából egy hihetetlen tehetséges csapat van mögöttük. Asok vezeti az autopilot mérnököket. Ő volt egyébként, aki bemutatta a Dojo chipet. Iron elmondása szerint őt vették fel először, mikor kitvítelte 2015-ben, hogy Autopilot csapatot építenek. Körülbelül fél millió autót kénytelen visszahívni a Tesla. Több mint százezer modell est kell átvizsgáljanak, mert az első csomagtartó, vagyis a Fronk néha nem záródik rendesen. A cég tudomása szerint ebből még nem lett baleset, de jobb megelőzni a bajt. A legtöbb esetben egy ellenőrzést kell majd csak végezzenek, de ha fixálni is kell a problémát, az csak motorháztető állítása fog járni. Ez olvasható a közmédiában. A senki nem teszi hozzá, hogy a Tesláknál van egy második záró mechanizmus, így lényegében lehetetlen, hogy a motorháztető magától kinyíljon. Ha valaki rányom a kijelzőre álló helyzetben, nyíljon ki a motorháztető, és elindul, csak akkor lesz nyitva, akkor viszont a rendszer fog jelezni, hogy valami nem stimmel. A modelles visszahíváson felül több mint 300 ezer Model 3-ast is vissza kell hívjanak. A hátsó kamera kábele sérülhet rossz beépítés miatt. A Tesla honlapján alvásszámmal lehet ellenőrizni, hogy egy-egy autót be kell levinni. Ebben az esetben azt mondják a szervizesek, hogy az összes autónak nagyjából 1%-át fogja érinteni ez a probléma. A legrosszabb esetekben kicserélik a kábelt, egy-két esetben pedig egy védő műanyagot helyeznek el a kábel fölé. Múlt héten beszéltem róla, hogy a berlini gyárban már több mint 200 modell y építettek. Ezek nagy részét különböző tesztekre szállítják. Most ezek közül szúrtak ki néhányat az autópályán. Közben múlt évben Svájcban a Tesla Model 3 lett a legtöbbet eladott új autó. Ezt az eredmény nem az elektromos autó, hanem minden autó között ért el. Megelőzte a Skoda Oktáviát és a Q3-as Audit is. Ilon csak ennyit reagált rá. Jaj, Svájc! Norvégiában az autóeladási listákat a Volkswagen vezette évekig. 2021-ben viszont a Tesla adta el a legtöbb új autót, ezen belül is a Model 3-as nyert. Az elektromos autók trendje elég egyértelmű. Két új Tesla Semi kamiont láttak a Fremonti gyárnál. Az egyiknek ráadásul a frontja is nyitva van. Közben a Nikola dobta két milliárdos perét a Tesla Semi dizájnja ellen. Egyre több ilyen és hasonló videó jelenik meg arról, mi a gond a V11-es szoftverrel, és mit kéne rajta megváltoztatni. Tesla Raj is megosztotta, hogy a hangvezérlésre nem a Spotify, hanem alapesetben a Slacker reagál. Úgy tűnik, ezek egy részével a Teslánál is tisztában vannak. Ilon megosztotta számos kezelőfelület javítás jön hamarosan. Közben hihetetlen milyen reklám ereje van a Light show -nak. Két tulaj például fénysó párbajra programozta tesztláikat, ami elég virális lett a TikTokon. Ez még Ilonnak is tetszik. Közben a megafon funkció is nagy sikereket arat. You, are so beautiful. you got the f***ing working? Yeah, going. Yeah, yeah. Megérkezett a várva várt track a PLED modellesre is. Bruxton várom már az erről szóló videót. Addig is itt egy youtube short tőle, amiben a PLED negyed mérföldön át egy banán szegez az üléshez gyorsulásával. Amerikába is megérkeztek az első Model 3-asok és Y-ok, -ok, amikben már az AMD Ryzen processzor és videokártya van. Így már nagyon folyékonyan fut a Tesla rendszere a központi egységen úgy tűnik a Tesla nem csak a gigafaktorikat bővíti. A kaliforniai Latort városában van megafaktoriuk, ahol több mint három hektáros extra területet bérelnek mostantól. Ezt a területet ráadásul a város évi egy dollárért adja nekik, mert több mint ezer új munkahelyet hoznak ezzel a bővítéssel létre. A nevadai gigafaktori akkumulátor részlegén évvége előtt pedig elkezdenek J.B. Straubel startupjától a Redwood materiáztól újra hasznosított alkatrészeket is használni. Dave Lee megosztotta az elmúlt évek érdekes ellenérveit a Teslával szemben. Az egyik, hogy minden egyes eladott autón veszítenek. Minél több autót adnak el, attól hamarabb mennek csődbe. Mikor a GM, a Ford vagy a Toyota elkezd elektromos autót gyártani, akkor senkinek sem kell majd a Tesla. Furcsa módon ezek az ellenzők már elhallgattak. Múlt hét végén az volt a plegyka Austinban, hogy ezen a héten indul a Texaszi gyár. Nem kell sokat várni, mire kiderül, igazak-e a plegykák. Ha már plegyka, meg kell említsem, mennyire odafigyelek, hogy maximum egy egy plegykát osszak meg a heti Tesla hírekben. Van néhány nagyon megbízható forrás, azokból dolgozom, és rengetegszer osztok meg döntvíteket, mert ettől egyenesebb, közvetlen forrás nincs. Ennek ellenére sok csatorna valószínű a szenzációhajhászás miatt. Abszolút megbízhatatlan infókat tálalnak tényként. Én is kaptam egy hasonló kommentet múlt héten. Márpedig a Tesla telefon jön. Aztán mikor rákérdeztem, hogy belsős infója van-e a kommentelőnek, akkor kiderült, hogy más youtuberektől hallotta. Olyan hosszan beszélgettünk, hogy úgy gondoltam ez krépnek is jó, úgyhogy beszúrom ide. Én valóban belsős információkkal rendelkező emberektől pont az ellenkezőjét hallottam a telefonról. Őszintén szólva egyáltalán nem illene a portfóliójukba, és végképp nem a cég céljaiba. De persze bármi lehet. Ha egyébként telefonba gondolkoznának, akkor rengeteg UI, UX mérnököt vennének fel, mert ez nem az erősségük, ahogy a V11-es update-nél is látszik. Amerikában az iPhone ellen menni őrültség lenne. Ha nem saját oprendszerre jönnének ki, akkor csak lehúznák a nevüket egy androidos telefonnal. A Microsoft sokkal kompetensebb, mégis sorozatba buknak bele hasonló projektekbe. Erőforrásaikat kár lenne a cég szemléletébe abszolút nem illő irányba terelni. Iron és a cég erősége a hirtetlen fókusz. Egy ilyen termék abszolút nem illene ebbe a képbe. Viszont a laikusok számára a telefon egy könnyen hihető plegyka. És abszolút nem hiszem, hogy laptopok, kenyérpirítók, turbixok, hűtők vagy mosógépek jönnének a Teslától. Ezek még kevésbé illenek a képbe. Vannak őrült limitált darabos tucaik, mint a Tesla Kila vagy a Servdeska de ezek inkább gyűjtői darabok. Ami viszont esélyes, hogy a Tesla HVAC, vagyis otthoni fűtőhűtő szellőző rendszert készít majd. Hiszen ehhez megvan nekik a szaktudásuk az autókból, illetve illene a Powerwall és Solar Roof mellé. Továbbá a misszióba is. Hangsúlyozom, ezek a pletykák a további Tesla termékekről ebbe az évtizedbe nem illenek bele. Ugyanakkor, hogyha belegondolunk, hogy a jövő évtizedben jöhet egy Tesla bot, ami képes lesz mindent gyártani, akkor az is elképzelhető, hogy minden létező termékünk Tesla termék lesz. De ez csak több mint tíz év múlva lehetséges szerintem. Köszönöm minden Patreonos és YouTube támogatómnak is a támogatást, nézzetek rá a merch boltomra és az egyéb linkekre is a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is az innovációt, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést, ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!